Előrehozott zöld hulladékszállítás indul Bonyhádon. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett zöld hulladék közé ne keverjenek építési, illetve háztartási szemetet. Az ágakat pedig kötegelve, lebomló zsineggel kell összekötni. A szóródó anyagokat, mint például fűnyírás után keletkezett fűnyesedékeket, szintén lebomló zsákokban kell kihelyezni. A szolgáltató hivatalosan egy éves menetrend szerint dolgozik, mely alapján ugye megvan, hogy mikor szállítja a zöld hulladékot, mikor van lomtalanítás, mikor van szelektív hulladékgyűjtés. Ez alapján április közepére tervezték az első zöld hulladékszállítást, de tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, illetve a jó időre, ugye már sokan nekiálltak otthon kertészkedni, fákat megmetszeni, volt olyan, aki már esetleg a füvet is levágta otthon, és ezek a zöld hulladékok már kikerültek közterületre. Viszont ugye az első zöld hulladékszállítás csak április közepére van betervezve, ezért polgármester asszony úgy döntött, hogy egyeztet a közszolgáltatóval, és előrébb hozatja úgymond ezt a zöld hulladékszállítást, és így 2021. március 27-ére szombatra tudtak biztosítani egy időpontot, tehát ekkor lesz egy zöld hulladékszállítás, és itt felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy elsősorban ugye otthon kellene komposztálni a saját területen belül, hogyha ez nem megoldható, akkor a gyár utca végén található hulladékudvarba lehet leadni a zöld hulladékot. Ez úgy van, napi szinten 200 kilót, illetve éves szinten 800 kg-ot lehet leadni. A fűkaszálékot, az ilyen apróbb nyesedékeket vödörbe, zsákba lehet leszállítani, és ott bele kell borítani egy konténerbe. A nagyobb ágakat pedig kötegelve kell átadni a hulladékudvarba. Hogyha ez sem megoldható, akkor a zöld hulladékszállítást megelőző két napon belül lehet kihelyezni közterületre a zöld hulladékot, viszont a szállítás napján reggel 6 óráig ezt meg kell tenni, mert csak akkor tudja elvinni ezt a közszolgáltató. A városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy Bonyhád egy igazán környezetbarát településé váljon. Több mint 2000 liter használt sütőolajat gyűjtöttek össze utcai gyűjtőedény kihelyezésével, mindössze 2 hónap alatt. Korábban, egészen pontosan 2021. január 11-én kihelyeztünk a városba 7 darab használt sütőolaj gyűjtőedényzetet. A 2 hónap alatt 2040 liter sütőolajat sikerült szelektíven gyűjtenünk, ami én úgy gondolom, hogy egy rendkívül jó számnak mondható. Viszont arra kérnénk a lakosságot, hogy vannak, akik úgy ugye környezettudatosan gondolkoznak és használják, igénybe veszik ezt a szolgáltatást, viszont van olyan, aki sajnos jogtalanul egyéb hulladékot, háztartási hulladékot, papírt és egyéb más hulladékot helyez be az edényekbe. Arra kérjük, hogy ezt mellőzzék, és használjuk, vegyük igénybe az üveggyűjtő pontokat is, a használt sütőolajgyűjtőket is, illetve a műanyag flakon gyűjtő edényzeteket is. A városban ugye több szelektív gyűjtőpont is van. Háztartásoknál gyűjtjük a papír, illetve műanyag hulladékokat, üveggyűjtőpontunk is van, és 7 darab használt sütőolajgyűjtő edényzetet helyeztünk januárba. Háztartásoknál ugye egyértelmű a szelektív gyűjtés, és arra kérjük a lakosságot, hogy a többi szelektív szigetet is vegyék igénybe bátran és használják. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdetett, melyre január 31 volt a benyújtási határidő. A Tisztítsuk meg az országot pályázat keretében Bonyhád város önkormányzata is nyújtott be pályázatot az illegális hulladéklerakások felszámolására. Ez egy önkormányzati terület érint, ami jogellenesen elhelyezett hulladéktól tisztítanák meg a területet, illetve pályáztunk egy térfigyelő kamera már meglévő rendszerbe való integrálására is, és a pályázat pozitív elbírálására még várunk.